Hát 2021-09-03-12-15 indulunk egy levezető túrára ennek az évnek a befejezése lassan. Hévíz, a szokásos Balatonfelvidék. Foglaltunk szállást, motorok felmálházva. Majd kedden jövünk, ott szétnézünk, igaz kicsin? Igen. Úgyhogy hajrá! A kalandok folytatódnak. Ez van. Thank you.
Hát akkor megérkeztünk Balaton lellére. Tűrhető volt a forgalom. Pesten, Budaörs, a híd környéke az volt kicsit zsúfoltabb, balesetek, motoros balesetet is láttunk. Úgyhogy összességében jól tudtunk haladni. Megállunk itt, ahol tavasz végén is megálltunk a csapattal. De 10-ig kell elfoglalnunk a szállást Hévízen. A motor az csodálatosan bírta, nagyon csodálatosan jött. Úgyhogy meg vagyok elégedve. 3 is csodálatos. Meg vagyok elégedve, köszönöm. Az enyém is csodálatos. Na azért. Becsolt ide. De. Becsolt a becsoliba. Nézzünk valami helyet, aztán valami teszünk. 72-eset mondta az úr. 72-es jó évjárat. 72-es. Tudom, azért választottam. Mondta, hogy 70. A 72 az nagyon jó lesz. Akkor 72-es. Most ez egy kicsit. Köszönjük. Köszönjük. Igen, köszönjük. Igen, köszönjük. Akkor mit teszünk? Milyen aranyos van? Hát igen, ez... Ha te pertő, azért megnézem, hogy... Hát azért nézve. Mit vannak? Ponyból, kukoricalizben, sütve, lilahagyma, uborka, paradicsom. Mindegy, az jó az nekem. De én megeszem a zöldségeket. De nem, mert ezért fog hozzá kérni. Mit? Petrizalos koncert. Ja. Várja, még megnézem. Tartsa halászlé. 1890. Hol is ettünk legutóbb? Ja, ott a Dunaparton, a bajzébe. Ott jobb árak voltak. Tudod, a Dunaparton múlt 2 hete vagy múlt. Elraktam a papírjukat. Nem, ott azért az jobb áron van. Igen, azért mondom, hogy elraktam a papírjukat. Végül is a Balaton. Köszönöm szépen. Köszönöm. Hogy haltepertőjük van? Nézem, hogy köretek milyen köretnek. Nem vannak a köretek, nincs is, nem látom. Nincs is köret, külön. Ja, külön. Rizsvár, grill, zöldség. Ja, van petrezselyem és burgonya. Van. Mert ha étlapon van, akkor az köretként is van. Na, várjál, most gondolkozok. Napi osztalkot. Második fogást. Altepertő, krumpli, krumplirántok, micsoda az grill sajt. Igen, gomolyas, szerintem gomolyas. Gomolyas sajt? Na postad, postizzad, vagy mi? Én biztos nem. Jó étvágyat. Köszönjük szépen. Ugye? Igen. Köszönjük szépen. Nem. Köszönjük szépen. Jó? Na? Mm-hmm. Akkor én is megkóstolom. Most úgy tudják, hogy átlapot. Milyen volt a kaja? Jó volt. Őszintén. Nem látszik rajta. Nem a mennyiségre vagyok ki, a minőség. A mennyiség nem, semmi mennyiség, pont jó volt, pont elég volt. Finom volt? Pont elég volt. Úgyhogy a krumpli cserekereskedelembe ment. A hagyma, meg a paprika, meg a paradicsom cserébe. Na, nekem is finom volt. Nagyon finom volt a fokhagyma krémleves. Egy kis ennyit fizettünk. Ezért a pestebédé. Úgyhogy nem megyünk a mosdóba. Irány Hévíz. Hát mindegy, akkor elmehetünk együtt is. Egy mosdó. Itt már, ezt már levideóztam a tavasszal is. Ezt a helyet. És
ismerjük a járást. Igen. De itt ki is tudunk menni tényleg. Az a mozgás korlátozott. Az nem, az a tény. Itt is lehet menni, és akkor itt a motor a fa mögött. Nem, ott igen, ott van. Megérkeztünk, Hévíz, átvettük a szobát, nagyon-nagyon szép, hatalmas terasszal, most maradunk kette. Kette reggelig, akkor megyünk el, reggeli 7:30-tól 10:00 van, ez a helységbe. Első emelet, itt egy parkoló, motor. Nem szép igényes a hotel. Első ránézés meg vagyok elégedve. Úgyhogy kukut. És itt van a és itt gyönyörűségem. Meg a szobánk. Maria hívott majd biztosságra. Csak izé, fölteszed majd. Lehet, hogy van nekem izé, tolnám, csak majd fölrakod, azt megnézem. Nagy a teraszunk. Igen, igen, megnézzük a... kettőnknek, milyen nagy teraszunk. Nézzük a teraszt. Fú, ez kettőnknek. Hú, hatalmas. De nézd meg, az elment az a léghajó. Jó,
ott volt lejjebb egy süllyedt. Hallod, ott egy volt egy légtömeg. De nézd meg, Tibi. Aha, jó nagy te lesz. Ó. Nem, ott nem. A léghajó. Ott a léghajó. Jó, de jó. Azt a... És nézd csak. Nézd csak itt. Meg van szemben egy jó kis pizzéria. Majd megnézzük egyszer. Aha, meg valami boltot nézünk majd. Nagyon jó. Itt elsétálgatunk, mert most pont a centrumban vagyunk. Valami boltot. Üdítő. Centrumban vagyunk. Itt tudom kávézgatni, mindent tudom. Egy picit tudod, mi a izé? Ez, hogy itt nincs. Igen. Na. Tényleg elválasztó, nem akarom. Nem akarom mondani. Hát ennyi, ez a szoba. Hát nagyon jó lesz, fantasztikus. Ez lesz a szobánk. Nézzük. Igen, szuper lesz. Tehát nincs meg, tehát ott hagyta valaki szerintem. Mindegy, jó van itt az. Mire van terítve? Én nekem jó. Hát ezt a maradék. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük. További szép napot. Magának is köszönjük. Thank you.
Megérkeztünk Sárvárra. Megnéztem, a parkoló ingyenes. Úgyhogy, de egyébként motorra is 120 forint lenne, de most le van takarva a parkolóra, úgyhogy az ingyenes. Maradunk itt, szétnézünk, bemegyünk ide a várba, a várkastélyba. Fagyit nem voltunk még itt. Le van takarva az automata, hogy parkolás ingyenes. Most nem. Nem kell, úgyhogy... Maradhatunk. Visszafelé és megfelé megyünk, mert erre jobb az út. Jó. Sárvár információs tábla. Most egyelőre megnézzük majd ezt a várat. Ott vagyunk. Ott vagyunk. Kuk, így. Kuk. Na, ilyen kis valami, nem tudom mi. Kulcsot kivetted? Kis valami. Ki. Aha. Kivettem. De most is akok magyar módra. Görögországba ott lehetett hagyni nyugodtan, de most nem ott vagyunk, úgyhogy... Megnézzük a fagyit. Hol mondod? Hol. Nézzük. Mária. Szép kis tér ez itt. Ha nincs cukormentes most neki. Akkor eszünk cukrosat. Ja. Na, miért kész? Nem tudom. Az a fehér, ami csokival le van öntve, az mi? Túró Rudi. Igen. Nagyon jó. Én egy olyat, ilyen izébe tegye nekem. Olyan egy Túró Rudi. Igen. Akkor... Látványra mész, vagy szimpatikus van pisztácia is. Igen. Egy csoki. Roppanós. Az a roppanós csoki? De egy kicsit nem, hogyha brownie lenne inkább. Aha, de jó. Aha. Meg még akkor még egy valamit nézünk. Az vanília ott? Madártej, de igen, amúgy van egy vanília. Akkor egy olyan... Alatta az milyen, ami alatta van? Az meg... belga fűszeres keksz vaníliával. Belga fűszeres keksz? Uh-huh. Vanília, kitalál ki ilyen neveket. Egy olyat tegyen még nekem rá, jó? Rakja rá azt a csoki darabot nekem. Az mi van oda eldugva? Hát mert még most kerül majd sorra. Hogy fogjon a többi is. Nagyon fasza, köszönöm. Akkor én édes tölcsérbe kérek szépen. Nem, melyik fajta édes legyen, mert ilyen boci tölcsének is. Ilyen, itt vannak, mi? Ilyen. Boci tölcsének hívjuk, az a... Jaj, az a... Aha. Hogy két? Legyen akkor nekem is egy Túró Rudi is. Városháza. Amidegy, majd még szép nézni. Most egy jövőre nézzük a vára. Na, mit fogja? Én nem ülünk le a padra. Majd ott megállunk a bejáratna, azt ott megesszük. Ott a bejáratna hűvösön, neki tamaszkodunk ennek a falra. Azt megesszük ott, ha? Szép körülötte ez a parkos rész, valamikor biztos itt lehet, hogy víz is volt. Ki tudja. De jó ereje van a napja. Aha.
Igen, nagyon jó süt most. Kellemes idő van, nagyon. Ez tipikus motoros idő. Emlékű, emléktábla. Török hódítóktól. Azoknak a sárváriaknak, akik 1532. augusztus 15-én életüket áldozták és megvédték városunkat a török hódítóktól. 1532. augusztus 15, akkor. Megvédték a töröktől? Na, majd megnézzük, belülről megesszük. Na. Megvárlak, csak szép nézek itt a kapu bejáróba. Szép boltíves. Szeretem a váraknak ezek a boltíves részeik, ezek nagyon látványosak. Kicsit ezt is van valami, de rácsa le van. Nagyon ilyenkor voltunk. Valami Siklós. Siklós irányban volt a várunk valami. Az hasonló stílus, igen. Ja, itt van a múzeum. Tessék? Gyerünk. Na, Sárvár. Vár középkori tulajdonosai. Műszegi János. Tudom. Hát azt mondták, de hát nem biztos, hogy úgy voltam. Tudom. Azért jó napot. Itt kell venni belépőt? Igen. Aha, itt van a kassa, ott így is volt, kérdezik. Ja, én nem láttam. Akkor mi vagyunk a huszárok. Hát igen, a huszárok ruhája nagyon szép. Pálfi ebergényi huszárok egyenruhája. Azt mondta Bátor Jerzsika, jó lehetett így ilyen vasbilibe járkán. Van. Nézted, jó lesz? Mhm. No, milyen pisztolyok. Mi az, hogy keréklakatos? Hát gondolom, hogy forog az állam, szerintem arra utal, hogy úgy olt ki. Jaj, ha elsődésnél a kulcssal felhúzott, igen. Recézett kerék visszapörgött. Igen, azt mondom, hogy az. Hát, voltak megoldások azért, így eljutottak valahova. Az eset néveiben elsőtő szemmel kémiai anyagot használtak. Ja. Ah, milyen századik? 16. Ja? Hozzáérsz a szétesik. Ne jó, nem szabad. Ne jó. Nem esik szét, akkor sem. Na ez itt. Velencében álló híres szobor másolata valószínűleg sportdíj volt, melyet Suarek Ottmár kapott egy lovas versenyen. Na, szép az a goblet. Jó, nagy, hatalmas. Ezek lőportárolók megtöltő. Na, itt vannak kardok. Micsoda? Ja, pálinka flaska, az nem a lőpor flaska. Hát, vannak furcsa alakzatú kardok. Tehát milyen szép ott a pengébe is van valami dísz bele. Micsoda? Hajbőrös, markolás. Azon van valami föringia, ott van egy
Frigia felirat megfejtése máig várat magára, minőségi, vagy milyen? Minőségi fegyvereket szokták vele jelezni. Na, hát akkor ott lehet, hogy minőségi. Hát te melyik kardot választanád? Válasz. Mire? Hát, kaszabolni. Melyik tetszene? Nem vagy csak úgy dísznek, nem? Nem. Hogyha mondjuk középkorban lenni, azt akkor neked most itt kaszabolni kéne a töröket. Vagy valami ilyen hadakozásba. Az ott az a legfelső. Az a nagy. Vagy ez a kis ügyes. Itt a piros fölött, ez a kis ügyes. Az a nőc is kis ügyes. Akkor jó, mert én is azt választanám. Az kis ügyes, az meg olyan erősebb a nagy fejére. Az akkor kellene, ha valami nem süllyed el a vízben, mert biztos van, vagy 10 kiló. Igen, ez egy kicsit nehéz. Na, gyerünk tovább. Balkáni fegyverek. Ezt gondolom már, hogy mostani dolgok 500 év múlva szerinted így megmaradt bármi. Főleg szín. Biztos, hogy nem. Kuskák. Hol a szerkezet is néha. De mekkora csöve van, Úristen, hatalmas. Szépek ezek a ruhák, na. Kardok, na ezek már jobbak. Ezek már használhatóbbak szerintem. Igen. Ferenc József ajándékozta ezt a típusú szabját a császári királyi Jászkun 13. huszárezred katonáinak, azt ott. Aha. Hát igen, az jó lehet használni szerintem. Az használ. Jó, kis ügyes. Hát olyan kicsi az azért. Főhat meg. Ő meg vitézszúnyogi szúnyog György. Olvastam egy régi vadász. Szúnyogi szúnyog? Olvastam egy régi vadászkönyvet, szúnyogi. De szúnyogi szúnyog György. Szúnyog. Vitézszúnyogi szúnyog György. Az írta, volt Afrikában. Na, Ferenc József. És valószínűleg képes lap után készítette. Na, nagyon szép az. Nagyon életű. Nézd, hogy milyen szép a magadásra. Na? Ja. A ráncocskáig. Miklós huszár. Olyan ezek. Nagyon szép ruhája volt. Jó, de szép. Igen, az igen. Ah, az az igazi. Huszáros. Első Miklós. Nem, az csak. Miklós huszár, de szép ruhája volt. De, ott van első Miklós, az oroszszár első Miklós. Diplomácia ajándékként kapta az edzettulaj címet, de intézkedés jogkörrel nem jár. Ja. Az nem. Csak szerintem az egyenruhák mutatja, hogy milyen volt nekik. Mindegyiknek más színösszeállítás volt. A huszárt, ha béke van, bajuszár, lovár és kedvesét simogatja. De a békében maga is, lova is megőszül. Mint az oroszlán, a rengetegben, a pusztákon, a huszár, csak a harcban él, csak ott él ő. Nótája az ágyú dörögése, öröme a kardnak fengése. Na most nézem, milyen szép mennyezet van. Azt
hűtő edény. Kassai 5. honvéd huszárezred. Óisten, Kassa. Érdemérmek van. Pápai 7. honvéd huszárezred. Több Lima-Novai csata. Több alakulat, köztük a nádasdi huszárezred kiemelkedő haditettet hajtott végre 1914. december 11-én hajnalban Krakkótól 70 kilométernyire délnyugati irányban Lima-Novánál. A kis lengyel város mellett található a jablonicei magaslat, melynek védelmével a császári és királyi 10. huszárezredet és a lengyel légiót bízták meg. Tét az előre nyomuló orosz hadsereg megállítása volt. Az orosz csapatok december 8-án heves támadást indítottak a magaslat ellen, melyet december 11-én hajnalban elfoglaltak. A súlyos helyzetben érkezett meg a 9. nádasdi, illetve a 13. Vilmos huszárezred. A nádasdi huszárokat Mur Otmar ezredes vezette, aki saját elhatározásából és felelősségére adta ki a támadási parancsot. Elkeseredett küzdelmet követően végre a magyar csapatok visszafoglalták a magaslatot. Nem a lőfegyvereké és nem a szabjáké volt a főszerep, sokszor ugyanis puszta kézzel vették fel a harcot ellenséggel. Korabeli beszámolók szerint hősi halált halt 12 tiszt és 100 huszár. Mur ezredes is több lövéstől megsebesült és a helyszínen meghalt. Holttestét hősi halált halt társával együtt közeli Timbark temetőben helyezték el. Kinyilvánított kívánságot ugyanis, hogyha csata közben hal meg, holttestét a csatatéren temessék el. 1931-ben Mur Otmarnak posztumusz tiszti aranyvitézség érdemkitüntetést adományoztak. Lima-Novai ütközet a két világháború között a magyar katona hősiességének jelentett. Huszárok és az ellenség helyenként órákon át ugyanabban az árokban küzdenek. Tisztjeink és huszáraink legszebben, legmagasztosabban teljesítik kötelességüket. Lehetetlen volna a csatában küzdőknek hőstetteit egyenként elmondani, meg kell ligenni egy-kettőnek elmondásával. Bauer Attó hadnagy, egy földőrfelelő gyalogsági ásóval küzd, halálos lövést kap, nyugodtan várja halált. Oswald őrmestert háromszor ragadják meg menténél fogva a gomolygó harcban az oroszok, de ő valamennyit lerázza magáról és tovább harcol. Csetel őrmester jól célzott revolver lövésekkel tisztítja maga előtt a terepet. Kovács Káplár puskatussal üt agyon egy orosz tisztet, erre az orosz tiszt mögött jövő 11 embert megadja magát. Igen. Kovács Káplár halott tisztet az elfogott oroszokkal, sátor, labba, teteti és fogjait hátra kíséri. Súly Káplárnak és Lujber Huszárnak a nagy kézutasa közben eltörik a karabélya, orosz puskával harcolnak tovább. Fülöp huszár karabélye az első ütésnél eltörik, bírokra kell az oroszokkal, és így győzi le ellenfeleit. Lima-Novai csata 1911. Jön a kalapa. Kínos csend következik, tüzérségünk nem lő. Telefon nincs. Két huszárom hátra rohan, hogy a tüzérség támadását kéri. Egyik elesik. Futóarkaink túl mélyek, nem lehet belőlük kilátni. Egyszerre csak mellettünk, mögöttünk minden öt raó emberek, az oroszok. Georgevics kapitány hangosan kiáltva adja ki parancsot. Vissza! Bárhol már ott vannak az oroszok a futóárok mellett. Georgevics kapitány kézutasa közben esik el. Engem sok derék huszárral együtt elfognak az oroszok. Gerovics György kapitány, százados Korintiánál, Ukrajna. Sanyurek ott már versenydíjai, második világháborúban frontszolgálatot teljesített Ukrajnában. Második világháború után kémkedés vágyával kitelepítették, lámpa emlyuk festéséből élt. Ennyi kupája volt.
Ennyi díjat nyert, Úristen. Az igen. Hát igen, ez kiváló lovas lehetett. A kommunisták értettek ehhez, kiváló lovas lámpernyő készítésből élt. Gondolom a lámpernyő készítő meg oktatta lovaglást. Ez így volt abban a világban. A normális világ. Hát a huszároknak az ereje villámgyors huszárrohamban volt régen, ahogy a lőfegyverek fejlődtek, ők nyilván úgy szorultak vissza aztán. Köszönjük, viszlát! Jó, még tovább lehet menni. Ja. Fölmegyünk akkor. Köszönjük. De szép a mennyezet. Az igen. Buda. Kanizsa. Kedvenc filmjeimben harcos nők. Teljesen. Látod? Fogta. Ezt kivégezte. Te szereted az egyet. Biztos nem teljesített rendesen. Hát ott, ahol fekszik. Ott, ahol fekszik az ágyba. Azért megkapta a jutalmat. Mi? Az ödéssel. Itt az ödéssel. Ödésrem. Nem tudom. Lehet, hogy ezek a preskók a falon, tudod, hogy melyiknek mi a... Jó, igen. Ezért tudod, hogy... Jó, nem, akkor várjál, de akkor hogy? És akkor ez hogy van itt? Akkor ez az ötös? Buda. Buda, azt olvastam. Az a Buda. Nem. A Buda az a... Az várjál, hol is volt. Ott az a Buda, ott szembe. Az a Buda. Hát pápa, akkor az lesz ott pápa, lehet pápa. Akkor ez a 11-es, a Gedeon áldozata? Hol a 11-es? Hát, lehet. Hát ez nem lehet, nem jó, van. Jó, csak pápa. Keresztény gyűlölet alatt a oszmán csapatok felé. Tostalása után megkötött vasvári végig megerősített. Ez nagyon sokáig ért abban az időben, ahhoz képest nézd meg, hogy még 64 éves korában, 1400-es években, 64 éves koráig ért. Ez nagyon-nagyon szépen abban az időben sok. Valami nem nagyon jó. Hát ez micsoda. Milyen oszmán birodalom hódása. Micsoda? Nem, most.
most fordulok ide. Kuk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 
Itt lehet felmenni, amit mondott valahol a torontba. Jaj, jó. Mi felmegyünk. A többi szinten nincs berendezve. Aha. Kell, nincs berendezve. Na igen. Ott a motor. Itt a bejárat, itt meglépünk. Ja. Jaj, a derekam. Neked is? Nagyon, neked is. Az itt nem jó. Jaj, az ajtó hova vezet a... Semmi, mert ez csak el van festve. Nem mondtad. Jaj. Nagyon jó, így csinálni. Hát, Tarika, én majd kicsit lennünk. De amit nem jó. Hát kár, hogy nincs itt. De azért gondolom, nem olyan egyszerű ilyen bútorokat beszerezni. Amik ide nem mennének. Lehet a feladni, sem valószínű azért, nem? Hát ezt ilyen emelő kosaras valamivel is föl lehet azt nyújtani ide az ablakba. Azt ott berakni, vagy itt fönt összerakni. Jó, itt sincs semmi. Ott egy szék ajtó, látod de, ezt? De felülüljön, hát a fejébe. Még lehet, még följön? És ha ott nem lesz szék? Valamikor bárs tölhet. Na. Tovább. Jó. Itt van itt. Hát mi? Hát már padlás. Tere, ott a bokháló. Ja, ez a padlás. Igen. Akkor... Itt már nincs szék. Hát... Ja, jó sikerült. Akkor már tovább megyünk vissza. Jaj. Vagy lent leülünk valahol. Ude rossz lejönni. Érdekes ez a oszlop, hogy ez... Össze van rakva ilyen izékbe. Na mindegy, itt van a székájka. Pihenjünk, vagy a székre, vagy a lócára. Melyiket választod? Azt választod? Ja. Dőj le hosszába, jó kemény. Dőj le rajta hosszába. Nagyon megint kinézek, még innen kinézek. Ez az egy magas. Nagyon hűvös van itt. Ah, elég vastagok a falak. Ha ez ilyen vastag ez a fal, mint ez a hűzébe, akkor ez, hát ez 2 méter. Ez 2 méter vastag is lehet ez a fal. Szédültek. Én is kicsit. A terem azért, ez nagyon szép. Lehet, hogy szokott lenni egy kis akarsány. Igen, mert van egy akusztikája a teremnek. Ó, voltunk arra, ott onnan jöttünk. Már szerintem végig. Gája rapság.
napra hurcoltában, vár börtönében sínlődött meggyőződéséért. Három évig? Nem, egy. Aki itt halt, ér ha. Hát. Évízre sétálgatunk este, mint tegnap. Uh-huh. Jó? Jó. Hogy elmegyünk moziba. Jó. Hosszú. Majd meglátjuk. Jó? Na szép a Ganésem? Szép. Szép, látod? Nagyon szép. Így lesz. Lótuszvirág is. Így, itt a vár külső fala. Hát lehet, hogy valamikor hogy igen. Ott lehetett víz, ott meg ott, a között. Ott lehetett víz, a várfa meg a között, nem? Úgy tudott menni víz. Nem így, hanem ott. Na, itt a vár körül a park. Nagyon szép. Nagy hatalmas fákkal. Vissza a motorokhoz. Ja, igen, ott voltunk annap a toronyban fönt. A kaputorony. Itt is itt van-e? Milyen lófasz bokorok ezek? Lehet, hogy a fáról, hát pocsuk. Na, sárvár, nádasdivár. Szép. Egyébként. Vissza a motorhoz. Nem is lőcsétlet. Itt a mi kis motorunk. A mi kis motorkánk, a sisakjaink is megvannak. Úgyhogy...
Hát, beszaladtunk ezt helyre. Kicsit sétálunk. És utána megyünk vissza Hévízre. A motorka. Aztán megyünk vissza, és ott sétálunk. És akkor még elmegyünk moziba. Igen. Az is lehet. Ah, ilyen fagylaltos. Vagy biztosan. Azért megnézhetem. Nézzük. De... Mondjunk-e? Hello, a cukormentes, az erdély gyümölcs, a cukormentes. Hm? Erdély gyümölcs. De majd visszafele, ha jövünk a motorhoz, nem? Az cukormentes. Kellemes az idő. Nagyon. Nagyon csodálatos. Mint a motorozni találták volna ki ezt az bizony, időt. Bizony. Most benézünk ide a kastélykerbe. Nézd, van egy helikopter ott a közébe. Az most valaki rosszul lett. Hát, tudom. Vagy ilyen bemutatós. Ilyen mentőnap vagy. Mi van ma, nem? Mi van ma? Ilyen mentőnap vagy. Honnan tudom? Látom, ott írva valami tábla. Igen. Aha. Hol az a... Gyerekeknek, hogy nézegessék. Hát ez nagyon szép ez a kastély. Meg hatalmas nagy is. Ó. Szembesült a napban. Szembesült a nap. Pont. Ah, meg lehet nézni. Látom. Ez a jobbik eset. Ja, szető pont. De most akkor ez lenyűgöző ez a kastély. Hol lukadunk itt ki most? A sétáló utca végén. Aha. Hát átjöttünk volna ide sem a motorra, erre az oldalra tudod, de ma most vele bácsét állunk itt a kerten. A kerten? Aha. Nem a parkon? Vagy a parkon. Ott az a mentő helikopter. Megnézzük majd. Mi? A mentő helikopter. Milyen belülről egy olyan. Na, majd visszafelé, ha még ott lesz. Itt most szétnézünk ebből. Szerezni, beszerezni.
Arra lefele is szól valami. Ah, most tényleg ilyen. Milyen jó lehet, hogy bekomorodtunk ide. Ásvány volt. Mi? Ásvány volt. Jól van, jól van. Ország tortája. Jó, ezzel forint. Ugyingós majd. Nézd már azok a bukósisakok ott, a bukósisakok. Mi? Bukósisakok ott az esti ruha, vagy milyen ruha tetején. Nagyon jó megy hozzá. Ne? De. Némáknak van? Hm? Nem, mert süketeknek van szerintem. Mert nem, tekeri ott nem szó. Te nem itt. Ja? Ja, azt hittem, hogy egy süketeknek van ez a vele. Az ütemet kell tartani. Hát, hogy tekeri, persze, mert a tekerésével. Szünetem tartom. Te milyen bajúsza van az ő? Aha, azt mondom, jó. Aha, jó figura. De fényképet is csinálsz közben? Nem, hát
nincs több kezem. Belecsöppett.